A vonalba Antó Csaba, a Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettese. Szia Csaba, szeretettel köszöntelek. Sziasztok. Csaba, készülünk egy filmre, mi itt a Jazzin, ez a Boldogság bármi áron, ennek lesz a premier előtti bemutatója. Vajon mi az, amit tudni lehet erről a filmről? Milyen információkat érdemes számításba venni, anélkül, hogy különösebben elárulnád a tartalmát? A filmet tavaly Torontóban mutatták be, a Torontói Filmfesztiválon, ami a világ talán jelenleg egyik legnagyobb presztízsű filmfesztiválja, így talán közvetlenül a Cannes után lehetne mondani második helyre. És itt mutatták be, és volt egyfajta ilyen Oscar hype körülött, nem annyira a film, mint inkább a főszereplő Jennifer Aniston alakítása kapcsán, aki így azzal mutatott most újat, hogy hosszú idő után nem vígjátékban láthatta a közönség, hanem egy drámai szerepben. Önmagában is izgalmas, az pedig, hogy egy konkrétan súlyos baleseten átesett, családi tragédián átesett depressziós nőt alakít, az még érdekesebbé tette a dolgot. Végül a film nem egy igazán nagyszívű forgalmazón, hanem egy jóval kisebbhez került külföldön és Amerikában, és ez arra felé meghatározva egy filmnek az Oscar esélyeit, mert minél nagyobb egy forgalmazó, annál több pénze van kampányolni, mert pedig az Oscar egy kampány szerűen folyik ez a menetelés. Egy kisebb forgalmazóhoz került, azért végül is nem lett Jennifer Anistonnak Oscar jelölése, de a Golden Globe jelölést megkapta. A szakma egyöntetően csettintett, hogy igen, hát Aniston ilyet is tud, és ez is izgalmas, egy új oldalát tudta megmutatni a színésznek. Az, hogy Jennifer Aniston megmutatta azt, hogy milyen drámai színésznőként, az nyilván sokkal jobban árnyalja a róla alkotott képet. Igen, mindenképpen vannak színésznők, akik eléggé beesnek egy bizonyos katujába zárják őket, inkább így mondanám helyesen. És Aniston is ezek közé tartozik, egy jó barátoknak köszönhetően, meg az egész imázsának, ez a Rachel-es imázsának köszönhetően szinte csak vígjátékokban, romantikus vígjátékokban, vagy ez az úgynevezett idézőjelben, egy csajos filmekben szokott többnyire szerepelni, és ez bizonyára egy színész egy idő után ezek a skatulyák elkezdenek zavarni. És ilyenkor általában a legjobb út, amit Hollywoodban lehet tenni, az az, hogy nem... Egy nagy filmben úgyse adnak neki másfajta szerepet, szóval egy drága filmben nem fognak neki 80 millió dolláros filmben adni drámai szerepet, hanem ilyenkor az a legjobb módszer az, hogy az ember elmegy egy úgynevezett indie filmbe, vagy egy független filmbe szerepelni, ahol ugyan a gázsi az ilyen egészen minimális, szinte még ilyen magyar színészes gázsikat adnak mostanában a hollywoodi indie filmekben, de ugyanakkor a presztízs értéke sokkal nagyobb, és hogyha jól sikerül a film, és megfelelő díjakat kap, akkor utána egy felértékelődik a színésznek a karrierje, és Jennifer Anistonnak ez a Boldogság bármi áron című film jelentette ezt a lépését. Aha, akkor ez nyilván egy fontos lépés, de igazad lehet ebben, hogy a skatulya egy darabig talán még jó is lehet, nem? Mert hogy meghatározza a színésznőt, hogy valahová ugye elhelyezi. De aztán egy idő után biztos... 5-10 évig ez segíti a karriert, aha, vagy még szerencsés esetben egy kicsit tovább is, aha, de általában egy idő után... Meg tud folytani egy karriert, láss például szegény Meg Ryan esetét, aki szintén ez a romantikus komédiák királynője volt, és aztán látjuk mi lett a végén. Ő is megpróbálkozott ezzel a drámai áttöréssel, csak rosszul választott, és nem igazán jött ki neki jól a lépés. Szóval hát, valószínűleg Jennifer Anistonnak ez tovább fog tartani ez a karrier, és nem ilyen gyorsan fog lezárulni, hát mert eleve már régóta tart neki számára. Hát akkor nagyon ügyesen és taktikusan kell kilépni ebből a keretből, nyilván. Igen, de mondjuk megnéztem a filmográfiát, hogy milyen filmeket vállalt a közeljövőben, és a következő két filmnek két romantikus vigyáték lesz, szóval azért, hogy annyira azért nem távolodott még el, csak inkább ez csak egy ilyen ízelítő volt, ez a kicsit ez a tudok én mást, hogy gyerekek jellegű ízelítő, ez a Boldogság bármi áron. A film egyébként meglehetősen lehangoló, ez nem azt jelenti, hogy rossz, félreértés ne essék, csak az a fajta film, hogy kicsit kényelmetlen nézni, mert végülis egy beteg emberről szól, hogy aki képtelen a boldogság és képtelen kitörni a saját maga által állított falak közül, és a film azt próbál megmutatni, hogy milyen esélye lehet egy ilyen embernek, aki tényleg egy milliméternyire van attól, hogy öngyilkos legyen. A nézőkben az empátiát, az együttérzést felerősíti ez a film? Furcsa egy kicsit, mert a film maga is kegyetlennek kritikus, szóval bemutatja azt is a film, hogy milyen az, amikor valakinek hosszú távon együtt kell élni egy ilyen emberrel, aki ennyire ingatag, ennyi nincs benne életöröm, stb.
És persze van benne a filmnek a végső tanulsága az, hogy érdemes kitartani, és érdemes mindezt végigcsinálni és kitartani mellette, de azt is bemutatja nyilván, hogy ez mennyire embertelenül nehéz. És hogy ezt könnyen fel lehet adni mindkét oldalról, hozzátartozni oldalról is, szóval ott lehet hagyni az ilyen embert, el lehet menekülni tőle, és az ő oldaláról is, hogy tényleg eljön az a pont, amikor elegedesz ebbe az egészbe és kivéd belőle. Az a jó, és bizonyos szempontból rossz is a filmben, hogy abszolút hitelesen adja vissza ennek az egésznek az árnyoddal, mert pont ettől ez kicsit nehéz nézni való. De hát nyilván akkor a mélyben rejlő okokra is rávilágít ez a film, tehát azért a megértést mégiscsak erősíti a nézőben. Igen, mindenképp, mondjuk a kicsit ilyen, szóval az okok való nekem túl nyilvánvalóak a filmben, számomra általában ismerve egy-két depressziós embert személyesen is, általában ehhez nem kellenek annyira nagy drámák ahhoz, hogy valaki depressziós, űrdepressziós sem, mint hogy a filmben szerepel, csak valószínűleg a filmben meg akarták jobban indokolni, vagy jobban alá akarták húzni, hogy hogy került ilyen helyzetbe, vagy ez a betegség hogyan lett újra rajta. A valóságban valószínűleg nem kellenek ezekkora drámák, vagy ennyire ilyen hatásvadász dolgok idézőjelbe téve. Ezt találtam talán a film egyetlen hibájának, egyébként tényleg egy abszolút olyan mozi, amit érdemes megnézni. De kicsit szájbarágos, ahogy mondtad. De nem maga a film szájbarágos, hanem az, hogy ahogy a depresszióját a Jennifer Aniston karakterének felvezetik. Nem akarok előni okay. spoilereket, hogy a történettel kapcsolatban túl sokat. Ugye nem mondom ki, hogy mi csak túlságosan a szánkban van rágva, hogy miért depressziós, hogy miért kell vele együtt érezni, szóval ezek a dolgok, de maga, hogy így végigvezeti a történetet, hogy átvisz minket a drámáján, az teljesen rendben van. Köszönöm szépen, Csaba, és hát az is kiderült abból, amit mondtál, hogy azért az a cipő mégsem szorítja annyira Jennifer Anistont, ami a végjátékokat illeti, hiszen visszatér újra a végjátékokhoz. Aztán ki tudja, mikor láthatjuk őt újra drámai szerepben. Igen, amikor újra ki akar majd törni. Aztán kicsit visszamerészkedik majd, mint az oroszlán, aki próbálkozik egy kicsit a ketrecen kívül is szétnézni. Nagyon köszönöm, Csaba. Szép este. Tóth Csabát hallották, a Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettesét, Mitta Jazzy.